Na így, hogy most már meg vagyunk győződve arról, hogy érdemes felújítani a régi faházat. Talán még mit lenne érdemes tenni vele? Esetleg megbírna egy emeletet? Egy manzartot? Minap beszélgetek amerikai székely barátaimmal, Finta Józsi volt, Benedek Lacival. Egyszer azt mondja Laci, hogy te, hogyha már nekiállt a házat felújítani, és a tetőt is újat teszel, mi nem nyomsz rá egy full emeletet? Mondom, már gondolkoztam egy manzarton, ott van a nagy tetőtér, az egy pár kis manzartszoba, de elég kicsit szűkös lenne. Full emelet? Nem tudom, megbírna egy strukturálisan. Azt mondja, hogy szerinte meg egy könnyű szerkezetest, de azért nézessem meg. Mondom, jó, meg is nézetem. Hívtam is egy építész mérnököt a minap. Mondom, mit szólsz, megbírna egy emeletet? Az öreg házikó. Körbejárja le a pincébe, minden alapot megnéz, falakot. Azt mondja, van egy-egy gerenda, ami egy picit szúvas, azt talán le kéne kezelni, vagy megerősíteni létezéssel, dróthálóval, vakolattal kívülről a falakot. De azt mondja, hogy egy könnyű szerkezetest akar, azt lazán megbírja. Főleg, hogyha a tetőt is könnyű tetőt teszel rá, ugye létetőt, vagy ilyen bitumenes lemeztetőt. Ilyen amerikai stílusra. Mondom, jó van te. Hát akkor tűnődjünk csak el ezen egy kicsit. Mondom, a tavaly, amikor nekiálltam ez bent kiütni a közfalakat, meg felszedni a régi padlót, nekiálltam a felújításnak, ez motoszkált nekem is az eszemben. Jó tágas padlása van. És mondom, hogyha már felújítsuk a tetőt, nem is nyúlnak nagyon szerkezetileg a tetőhöz, hanem csak belül kialakítja a manzárszobákat. De utána egy kicsit researcholtam, és a manzart ötletít egy kicsit, most már úgy óvakodok tőle. Na, de a problémák vannak, főleg a tetőszigetelési problémák, ugye? Vastag szigetelés kell, legalább egy 20 centis, oda nagy vastag gerendák kellnek, vagy foszni deszkák. Tehát eléggé költséges, meg körülményes, meg a tetőbe, hogy szigetelés legyen, az nem a legjobb dolog, és direkt jön rá a kívülről, ugye a burkolat, jó, hogy teszel fóliát, de akkor is, hogyha ott valami gubanc van, megsérül a tető, akkor mit csinálsz? Akkor ott beszivárog a víz, elalszik a szigetelés, alatt a gipszkarton. Tehát az a legtisztább, hogyha teszel egy full emeletet, és akkor ugye a tető az csak borító lesz, nem lesz a tetőbe szigetelés, csak ugye a padlóba, vagyis a első emelet és a padlás közötti rész, ugye oda teszel egy 20 centiset, csókolom. Na, hát még több szempontból jobb lenne, ugye a full emelet, jobban ki tudod használni a szobákat, és hogyha magasabbra kerül a ház, most pont jó, mert délután 5:30 van, és hogy lássátok, ez a fele a tetőnek még napos, a másik fele már árnyékos, ott a nagy diófa a szomszédé, meg a cseresznyefa, és leárnyékolja. Sajnos még nem akarja kivágni, mert még jó fák, úgyhogy nincs, amit csináljak. Ha napelemeket szeretnék a háztetőre, akkor egy kicsit fennebb kell menjek a háztetőre, a háztetővel. Úgyhogy, hogyha fennebb kerülne 3 méterrel, az emelet még 3 méter, plusz még rájön a tető, akkor már nagyon kevés árnyékolás lenne. Jó, tudom, hogy lehetne a napelemeket máshova tenni, valóban a földre is, nem muszáj ezt a tetőre tenni, és itt van elég hely, az igaz. Viszont épületek, meg gyümölcsfák, meg virágok, meg minden van mindenhol, úgyhogy ahhoz, hogy most szerelj fel 20-30 napelemet, elég nagy helyet meg kéne ürítsél. Úgyhogy ideálisabb háztetőre tenni, a nap is ott jobban éri, plusz ugye nem kell annyit kábelezni, hogyha elviszem valahova, tehetnék kint a dombon, ott van elég nagy hely, 200 méterre van, azt ide lekábelezni, az nagyon költséges lenne. Na, de a manzart ötletét, minap itt beszélek keresztapámmal, hogy gondolkozok, hogy kell-e emelet, nem? Nem, kell-e, meg kellene, ugye, mert mivel megduplaznám a lakófelületet, így van kb. 70 négyzetméterem, akkor lenne 140. Azt mondja, te miért nem teszel egy fél emeletet? Tehát ugye egy
emelt manzartot, vagy hogy mondjam. Tehát nem csak beépíteni a tetőtét, hanem levontjuk a tetőt, rakunk egy méter falat felfelé, könnyűszer fából, palcikából, vagy gerendából akarmi, akkor a tetővel úgy megyünk, tehát két felé fődnénk így és így, maradnak két tűzfal, akkor ez ilyen köztese megoldás lenne. Na, de ott ugyanaz a probléma, ugye, hogy a tetőbe kell tenni a szigetelést, és kicsit utána olvastam, és nem a legjobb dolog. Az opciók, vagy így marad, ahogy van, újra borítjuk a tetőt, kijavítjuk, amit kell rajta, és marad padlás, vagy beépítsük a tetőteret, annélkül, hogy tetőszerkezetet nagyon módosítanánk. Egy kicsit meg kéne itt ott erősíteni, de azon kívül nem. Vagy egy fél emeletet teszünk, vagy egy full emeletet teszünk. Én leginkább a full emelete felé hajlok. Persze több pénz, meg több munka. Viszont megduplázod a lakófelületet, és úgy is lehet kialakítani, hogy két ház legyen belőle. Ugye lehet tenni különbejáratot, ha kintről, hát kintről, mert bentről nem nagyon. Kintről valahonnan egy lépcsőfeljárót, azt be is lehet burkolni, úgyhogy lehessen lefeljárni alsó-felső szint között, hidegbe is, hóba is, esőbe is. Hát ugyanúgy van nálunk otthon a ház. Két emeletes különbejárattal. Egyik szintet ugye ki lehet adni mondjuk vendégháznak is. Minél több lakófelület van, annál jobb egy alapon. Még azért is nagyon tetszik a full emelet ötlet, mert nem muszáj egyből ugye elkészíteni. Tehát szépen megcsináljuk, leüssük ezt a tetőt, pálcikából megcsináljuk a keretet, könnyű szerkezetes amerikai stílusra, Tubai Fourból, vagy Tubai Sixből meglátjuk. OSB-vel kívülről beburkoljuk, és azt egy fóliával, felrakjuk a tetőt, és kész, ott van pirosba, és nem muszáj befejezni most. Na jó, be kell rakni az ablakokat, és egy borítást kell rakni a fóliára, de belülről elér majd egy-két év múlva, három múlva is elkészíteni. Csak ugye azért vonzod az ötlet, mivel hogy most nekiállsz, leszeded a tetőt, új tetőt raksz, ugye? És akkor egy év múlva, kettő múlva, hogyha nem raksz most emeletet, akkor vakarod a fejed. Miért nem tettem emeletet, pedig milyen jó volna? Na, úgyhogy ezen rágódok most már pár hete. És mondom, csinálj egy videót, kérjem ki a ti véleményeteket is. Mit szóltok hozzá? Érdemes a tetőt? Érdemes emeletet rakni? Vagy manzartot? Vagy csak maradjon így meg egy szintesnek 70 négyzetméteresen. Tetőt így is újat kell rakni. Meg eleinte gondoltam, csak újra burkolom a tetőt, de azt hiszem teljesen leveszem, és teljesen új tetőt rakok, mert kicsit össze-vissza ott a szarufalk, meg a lécek, meg minden, nincsenek olyan túl jó alapotban. És ez is már itt bomladozik. Ezt le kell bontsuk, gyerekek. Sajnálom. Tudom, sokan megmondjátok, hogy jó, ezt nem szabad lebontani, így a szép az arculat, a régi ház. Ennek a háznak úgyse ilyen formája lesz. Közel se lesz, teljesen át lesz alakítva, le lesz vakulva. Tehát nem így fog kinézni. Modern ház kinézete lesz. Benn megmaradnak a régi elemek itt-ott, ugye a mennyezet az úgy marad, ahogy van. Plusz még néhány régi elem itt-ott, a régi ajtók, például a hálószobán, meg a nappali konyha között volt ajtóhoz. Lesz a fürdőszoba ajtó, régi szolid fa ajtók. De kívülről nincs, hogy megmaradjon ez a régi arculata, tehát teljesen át fog alakulni a ház. Ha teszünk emeletet, ha nem. Ha teszünk manzartot, ha nem. Tehát ez elő le lesz itt bontva teljesen, már omladozik amúgy. Nem lehet kihasználni, tehát ez csak dísznek van. Keskeny, másfél méter, csak a szélességgel nem tudsz egy asztalt, széket sem nem tudsz oda kiülni. Csak porfogó, meg izé. Meg a legnagyobb probléma, arról nem is beszéltem, amit okoz. Ugye ez a déli oldal a háznak, és beárnyékolja a nappalit, ez a kiugrás. Tiszta árnyék a konyhában, meg a hálóban, így délben, mikor süt a nappa. Jó besüt, jó fény van, a nappaliban pedig olyan ilyen gyenge fény, félhomály. Mindenképp mennie kell ennek. Helyben lesz majd valami egyéb, persze az alap az ott marad, a lépcső marad.
helyben majd lesz valami egy kis másodlagos tetővel egy üveges torna, azt megszélesítjük, és nagyjából az egész déli oldalra azt ki lehet így terjeszteni. Na, úgyhogy egy kicsit tűnődjünk, aludjunk rá, gondolkodjunk. Nagyobb költség lesz, viszont hosszú távon szerintem jó befektetés megduplázni, hogyha már ugye az alap megvan, és tető. Így is úgy is újat kell tenni, akkor miért ne ékeljünk be még egy emeletet, tudom, mi bajunk lehet tőle. Veszünk tubajfót, deszkéknél van deszka elég itt a fűrészgyárba, deszkagyárba. Veszünk 3 méteres tubajforokat, pikpak összelövődözzük az emeletet. 2 hét alatt le lehet bontani a tetőt, felhúzni az emeletet, és rátenni a tetőt. És aztán lassan a többit meg utána az egyebeket. Milyen madarak, hogy elkezdtek csarolni. Nem így szóltok. Padlás, manzart vagy emelet? Ez a kérdés. Válasszunk.